Marad az ukrán gabona, magyarországi importtilalma, jelentette ki Nagy István az állami rádióban. Az agrárminiszter erről annak kapcsán beszélt, hogy az Európai Bizottság továbbra is fenntartaná a korlátlan behozatalt az Unióba, hogy ezzel is támogassa Ukrajnát. A tárcavezető üdvözölte a péntekre bejelentett magyarországi gazdatüntetést. A híradónknak nyilatkozó érdekvédelmi szervezet főtitkár helyettese szerint helyes az ukrán gabona korlátozása, de jelenleg rendkívül magas a hazai gazdák vesztesége. Örültem annak a hírnek, hogy a magyar gazdák jövő pénteken az ukrán-magyar határhoz vonulnak, Záhonyba. Üdvözölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének február 9-ére bejelentett tiltakozó akcióját az agrárminiszter. Az országgyűlés fideszes alelnöke Jakab István által vezetett szervezet az ellen kíván tiltakozni, hogy az Európai Bizottság meghosszabbítaná az ukrán élelmiszerek korlátlan behozatalát az Európai Unióba. A miniszter azt mondta, hogy a magyar kormány nemzeti hatáskörben nem engedi be Magyarországra az ukrán gabonát. Mindaddig, míg nem kapunk egész garanciát arra nézve, hogy közös európai megoldással a gabona is korlátozva lesz, és nem jöhet be Magyarország területére, addig mi egyoldalúan a nemzeti hatáskörben meghozott döntésünket, a határok lezárását továbbra is fenntartjuk. Nagy István beszélt arról is, hogy a Nyugat-Európában zajló gazdatüntetések azt mutatják, hogy Európa kezd visszatérni a normalitáshoz. Ennyire ugyanis még szerinte soha nem volt zöld ideológiáktól átitatott a mezőgazdaság az Unióban. A nyugat-európai gazdák főleg a szigorú környezetvédelmi előírások és a támogatások csökkentése ellen tiltakoznak. Nem csak az a probléma, hogy a legalacsonyabb ár van Európában, hanem emellett ez egyik legmagasabb költség is. Ezt már a magyarországi gabonatermelés helyzetéről mondja a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének főtitkár helyettese. Már András szerint a kormány jól teszi, hogy továbbra sem engedi be Magyarországra az ukrán gabonát, de valamit kezdeni kellene a termelők igen magas költségeivel. Egy hektár búza esetén az átlagos magyarországi veszteség 64 ezer forint, egy hektár kukorica esetén 48 ezer forint. Ha ez még hozzáadjuk azt, hogy Magyarország területének több mint fele bérelt terület, ahol 70-80 ezer forintos bérleti díjak vannak, akkor könnyen belátható, hogy tulajdonképpen a gazdák nagyon súlyos bukást kénytelnek elszenvedni. Már András hozzátette, igyekeznek tárgyalások útján javítani a gazdák helyzetén. A szocialista párt szerint az állam azzal segítené a legtöbbet, ha úgynevezett intervenciós módon felvásárolná a gabonát a termelőktől. Le kell vinni a termelői árakat. Üzemanyagtámogatás, jövedéki adó támogatást és alapvetően energia áraknak a támogatására mindenképpen szükség lenne, ami a mezőgazdasági termelők esetében nem létezik. A párt alelnöke kitért arra is, az MSZP egyetért azzal, hogy a kormány nem engedi be az ukrán gabonát, de ez a gazdák költségeit önmagában nem csökkenti.